Sziasztok, ez itt a Szempillantás Podcast legújabb adása. Én Viki vagyok, és itt van velünk ismét a stúdióban Tündi, és egy kedves vendéget hívtunk a mai adáshoz, Krisztit, az én nagyon jó barátnőmet. Sziasztok! És, velük fogunk most beszélgetni, nem más témáról, mint az álmodozás, ábrándozásról lesz szó. Noha eddig ugye arról szóltak a hírek tudományos berkekben, hogy jó, ha a figyelmünket minél inkább fókuszáltan csak egy dologra összpontosítjuk, most már azt mondják, hogy jó, hogyha egy kicsit néha elkalandozunk és álmodozunk, szabadon hagyjuk kalandozni a agyunkat. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír, mert részemről én nagyon álmodozónak tartom magamat. Úgyhogy bevallom, ezen nagyon meglepődtem, mert én mindig azért azt gondoltam, hogy ez nem egy jó dolog, hogy akármit csinálok, akkor hát nem akármit, azért ez nyilván nem így van, de nagyon sok esetben van ez az álmodozás nekem, és én ettől mindig azt gondoltam, hogy ó, hát most már álljak le, nem kell ennyit álmodozni, hát inkább térjünk vissza a valósághoz, de hogy mindegy, és akkor most én nagyon örülök, hogy itt most tudományos tény lett, hogy ez egy tök jó dolog, nektek mi a véleményetek erről, hogy ti mennyire vagytok álmodozóak? Én abszolút álmodozó vagyok, tehát ez teljesen egyértelmű, és én azt gondolom egyébként annak ellenére, hogy erről nem annyira szoktunk beszélni, de szerintem mindenki álmodozó, csak férfiak is, csak eltérő, hogy miről. Mire gondolsz? Hát nyilván más az arány is szerintem, hogy ki milyen arányban egy napon belül, vagy bármilyen időtartamon belül, de azt mondják, hogy a napunknak a felét azt végig ábrándozzuk. Komolyan. Hú, ez nagyon... De tényleg mindenki? Hát mindenki, mert ez valamelyest azért ez kicsit olyan, mint a bambulás, hogy így kikapcsolja az agyat. Tehát akkor pihen az agy, és nagyon, azt is megfigyelték nagyon sokszor, hogy olyankor ábrándozunk, amikor így nagyon koncentrálnánk valami, és akkor már így elszakadna a célna, akkor... Mit értünk egyébként ábrándozás alatt? Tehát, hogy amikor így ülök, és iszogatom a kávámat, és arra gondolok, hogy de haj, ha nyár lenne, Pontosan. Tündik, te mennyire tartod magad ilyennek? Mert én is az vagyok, bár nem kaptam még rajta magamat azon, hogy egy fél napon keresztül csak jó, hát az nyilván egy fél nap, de a kádban, amikor épp fürdeszt, és megy utol a gyertyákat, és ellazulsz, akkor csak... Mondjuk futás közben szoktam ábrándozni, és ilyen minifilmeket forgatok le az agyamban, és hozzáképzelek egy zenét, és a nap, meg így a porszemcsék így jönnek, hogy a zene az adott mellettem. Igen, és adott, de igen, mondjuk akkor nem is lehet, hogy nem is hozzáképzelem, de már annyira kikapcsol az agyam, hogy azt sem tudom, hogy mi van. Tehát az például egy ilyen tipikus tevékenység részemről, és akkor általában mindig valami olyat vizionálok, amire így vágynék, vagy amiben nagyon jól éreztem magamat, azt így felidézem, és újra élem, mondjuk úgy. Uh-huh. Bár szerintem, hogyha újra éled, az nem is úgy ábrán. Az nem úgy álmodozás, nem? De szerintem az is... Az is ebbe a kategóriában? Az is ebbe a kategóriában van. De például nem tudom, most, hogy a kisgyerekeimet próbálom úgy elaltatni, hogy gondolj valami szépre, szerintem az is részben egy ilyen kategória, hogy olyan emlékeket idézünk fel, amit már egyszer megtörtént, és szép, és ez is arra sarkalja az agyat kicsit, hogy úgy jól érezzük magunkat, kicsit kikapcsoljon. Igen, de mondjuk ábrándozni, vagy álmodozni, vagy jóra gondolni, én nem tudok csak egy olyan állapotban, olyan ideg állapotban, amikor nyugodt vagyok, tehát mert amikor vérvételen azt mondják nekem, hogy gondoljon valami szépre, vagy mesélj el, hol volt nyaralni. Az akkor nem tudsz arra gondolni. Abszolút nem tudok, tehát amikor én így ideges vagyok, vagy mondjuk egy vérvétel, azért valójában nem egy fizikai fájdalom, csak én élem meg úgy. Ez tűnt egy kicsit egy kardinális. Igen, de hogy, tehát, hogyha így jól érzem magamat fizikailag, akkor tudok ábrándozni. Mondjuk nem tudom, ha fekszem a strandon és napozok, vagy ringat a víz a Balatonon, vagy ilyesmi. Nekem ilyen szituációban egészen messze lehet szárnyalni. Igen. Mondjuk nekem nem kell ahhoz, tehát én egy olyan szituációban is tudok, amikor éppen mondjuk mérges vagyok, vagy ideges. De bármilyen. Igen, de nekem egyébként valamilyen nekem az álmodozás szó nem azt akarja, hogy fölidézek egy... mondjuk régmúlt eseményt, ami szuper, az nem tudom, az, hogy elkalandozik az agyam ilyen fel. Nekem az álmodozás az inkább egy olyan dolog, hogy most mondok egy példát, amikor nem tudom, 20 éves voltam, még kis csaj, akkor például ő mindig arról álmodoztam, hogy mondjuk akkor nem tudom, az akkori barátom, hogy akkor milyen jó meg vagyunk, és majd akkor esküvő, milyen szép, és milyen jó, és akkor elképzeltem a forgatókönyvet. Tehát, hogy ami
azért nem valószínű, hogy lehet, hogy egyszer ugye bekövetkezik, de azért nem annyira valószínű, vagy nem tudom ki miben, hogy majd az a fiú, aki tetszik, majd odajön és szerelmet van, és akkor elképzeltem a szituációt, hogy én akkor mit mondanék. Nekem inkább ez az álmodozás. Nekem is általában ilyen romantikus jellegű. Igen, az álmodozásaim. Igen, az akkor... ez meg inkább a lányokra jellemző. Igen, hát mondjuk én nem hiszem, hogy a fiúk ott tizedikben ott ábrándoztak a Kimiről. Isten, ha nővelhetem azt a lányt, akkor igen, nem jó lesz. Nem, de szerintem azért összességében azt elmondhatjuk, hogy, hogy miről szoktunk álmodozni, tényleg általában ilyen. Hát a nők azok inkább ilyen romantikus dolog. Igen, igen. Ezt, hát egy, a nők egyértelműen romantika irányába tendelnek. Férfiak is szoktak csak más irányba romantikázni. Igen, igen. De... nekik egy kicsit leegyszerűsített ez a dolog. Igen, igen. Igen, tehát férfiak ugye mondják is, hogy ugye röptében legyet, és mennek a, nem tudom, a metró, buszon, és ugye hát férfi attól férfi, hogy tényleg ránéz a nőre, és akkor úgy ugye elképzeli a dolgokat. És hogy nekik szerintem ez az álmodozás. Igen, de ezért szerintem az sem mindegy, hogy milyen életszakaszban nézzük ezt az álmodozást, tehát nem ugyanarról ábrándozunk 10 évesen, meg 20 évesen, most 30-ig mondjuk, mert ott tartunk. De biztos vagyok benne, hogy ez később is másra fog tendálódni, tehát nyilván szerelmi irányzatú, vagy irányú ábrándozás az mindig gyakori, de szerintem gyakran szerepet játszik az ugye az ilyen anyagi, akár az, hogy gazdagok leszünk, akár az, hogy sokat utazunk. Nálam például az utazás az nagyon sok szerepel. Tényleg? És hova szoktál utazni, Kriszti? Hát ez publikus. Ez abszolút publikus, hogy mindig olyasmi helyet képzelek, amiről tudom, hogy majd, hogy nem biztos, hogy nem fogok eljutni ilyen helyekre. Tehát nem tudom, ez ilyen... nagyon exotikus? Ilyen nagyon exotikus. Ilyen trópusi őserdőbe képzeled magad? Nem, ilyen nagyon-nagyon zöld, nagyon fehér homokos tengerpartra, nagyon semmi tevős programmal, tehát bambusz meg a pálma levelek. Igen, amik inkább ilyen reklám képekben jelennek meg, olyan helyekre képzelem magam. Vagy ha valami konkrétat kell mondani, akkor Ausztrália az még nagy vágyam, de oda meg nem biztos, hogy elmernék menni. Krokodiloktól kicsit. Igen, ott nagyon sok az ilyen ismeretlen csúszómász lesz. És egyébként miben segít minket szerintetek ez az álmodozás? Tehát, hogy ez tényleg segített a ti véleményetek is azt, hogy ez egy tök jó dolog? Szerintem, hogyha az álmodozást effektíve az ilyen éjszakai álmokra vesszük, akkor szerintem, mondjuk én úgy érzem, hogy mindenképpen segít az ilyen processz. Vagy az éjszakai álom, az nem álmodozás szerintem. Nem, azért mondom, hogy ha most azt vesszük, akkor szerintem az segít az ilyen feldolgozásban. Tehát, hogy általában nekem az mondjuk iránymutatást szokott adni, hogyha valami nagyon nyomaszt, és azt hiszem, hogy én napközben most így jó paszban vagyok, és nincsen semmi, megoldom, de éjszaka így már a harmadik napja így valami megölnek, vagy lemészárolnak, vagy nem tudom, akkor így mindig elgondolkodok, hogy hú, hát akkor ezt lehet, hogy mégsem kezeltem annyira jól, és akkor mégis foglalkoznom kellene ezzel a dologgal, mert valami nyomaszt, tehát ebben a részében segít a nappali ábrándozás, az meg szerintem csak egyszerűen jól esik, ebben segíthet. Hát igen, meg azt inkább befolyásoljuk, tehát a nappali ábrándozás, azt szerintem egy irányított dolog, tehát ott azt képzelsz oda, amit akarsz az álmaidnál, igen. Meg inkább ugye ezt szokták mondani, hogy vagy a vágyaink, vagy a félelmeink jelennek igen. Meg bármilyen formában, akár munka, akár az élet területén, de a nappali az egy teljesen irányított dolog. De szerintetek ez az a maga, ha már az álomra is ugye a tündi rátért, akkor miért van az, hogy van olyan ember, az például az én férjem, aki azt mondja, hogy ő soha nem álmodik. Tehát ő vagy biztos álmodik. Vagy csak nem álmodik, vagy nem ábrándozik. Nem, az ábrándozásról nem beszélünk, szerintem ő nem annyira ez a típus. Maga az álom, tehát az éjszakai álom, amikor ő alszik, ő azt mondja, hogy soha nem emlékszik erre. Melyik alvás szakaszban álmodunk, nem akkor, amikor nem alszunk nagyon mélyen? Hát igen, mondják ezt, hogy valaki nagyon mélyen alszik, akkor nem emlékszik, de és lehet, hogy akkor ő mindig mélyen alszik. Nem tudom, de nekem ez tök fura. Én nagyon rossz alvó vagyok, és én minden neszre fölébredek. De te sokat is álmodsz? És én sokszor álmodok, igen. Ez mondjuk összefüggésben lett azzal, hogy akkor emlékszel az álmaidra, nem amikor úgy viszonylag az álmod után közvetlenül fölébredsz. Visszaalszol, akkor reggelre már semmire nem emlékszem. Igen, de meg olyan is van, hogy nekem olyan is volt, hogy tudom, hogy álmodtam valamit, és mondjuk azt is tudom, hogy jó volt, vagy rossz volt, de nem tudom elmondani, hogy mi volt. Csak az érzés van, igen, meg. Az annyira rossz. Úristen, képzeltek el, amit gimiben volt, hogy egyszer azt álmodtam, hogy az egyik tanár, nem tudom, szerelmes lett belém, de nem tudom, hogy, tehát semmi nulla alapja volt, tényleg. Tehát lehet, hogy mondjuk tetszett valaki, és valahogy kivetítettem rá, és
képzeld el, hogy szerencsétlen az égvilágon semmit nem tett, és akkor emlékszem, ott voltam az órán, és néztem, és olyan rossz érzés kerített hatalmába egész nap, és emlékszem, hogy akkor odaszólított valami volt, valamit kellett csinálnom, és egyszerűen kb. Így oldani tudtam volna, így behúztam volna neki egyet, és úgy sajnáltam, mert közben tudtam, hogy ez csak egy álom volt, hogy nekem, hogyha ilyet álmodok, nekem annyira kihatással van a napomra, hogy hihetetlen. Igen, de ezekre később is, nekem is van egy-két álmom, amire még ugye nagyon régről emlékszem, és nagyon rossz volt. Bár nem tudom, Kriszti, te hogy vagy velem, mert te is ugye a hallgatóknak mondjuk, hogy Kriszti is kisgyerekes anyuka, tehát neki is azért az éjszakái azok nem annyira kipihentek. Szóval, sokat ébredni. Hogy nem tudom, hogy te hogy vagy ebben, hogy nincs az, hogy amióta mondjuk tényleg éjszakánként is kell, azóta kevesebbet álmodsz éjszaka? Igen, egy pont azt akartam én is mondani, hogy az, hogy most megemlítettük, hogy ha fölébredsz, akkor emlékszel rá. Mostanában semmire nem emlékszem soha. Igen, tehát nekem sem. Arra emlékszem, hogy ébredek, és mérges vagyok. Az állandó mérges, hogy már megint. Már megint. Én most nem akartam fölébredni. Igen. De igen. De ti egyébnek vannak ilyen visszatérő álmaitok? Éjszakai, most az éjszakai álmomra. Érdekes, hogy nekem visszatérő álmom nem annyira van. Hát nekem mondom, akkor volt ilyen visszatérő, de nem ugyanaz a témájú, csak az, hogy, vagy na, tehát, hogy ugyanaz a témájú, de nem mindig ugyanaz, hogyha mondom valami nagyon nyomasztott, akkor utána mindig nagyon rosszakat álmodtam, tehát vagy háborús övezetbe kerültem, vagy meghalt valaki, vagy betörtek, és én, tehát hogy bennem csak a félelem ismétlődött, hogy így rettegtem valamitől álmomban. És nem néztetek még utána ilyen dolgoknak, ilyen jelentéseknek, hogy mondjuk akkor ezt álmodom, akkor... Képzeljétek el, egyszer az nagyon durva volt, hogy anyukámmal ugyanazt álmodtuk egy éjszaka, hogy minden fogunk kihullani. Ugyanazon az éjszakán, nagyon durva volt, ugyanezt álmodtuk, mind a ketten ugyanazon az éjszakán, és teljesen meg voltunk rémülve, és akkor megnéztük, hogy ez ami halált jelent, de igazából senki nem mondta, és semmi nem történt. Ez annyira rossz volt, hogy... Hát meg ez azért ijesztő valahol, nagyon, és nagyon rossz. Meg az is nagyon rossz, szerintem, hogyha fel akarsz ébredni álmodból, tehát már realizáltad, hogy álmodod, és rossz neked, és nem tudsz felébredni, az is nagyon rossz. De ez milyen sikerélmény, amikor meg igen? Igen. Ezt mondjuk nem sokszor éli meg az ember. És ti szoktatok olyat, hogy zuhantok? Tehát, hogy tudj, az zuhanás is tudod, hogy meg fogsz halni, mondjuk, és akkor kezd föl. Igen, a zuhanásban én is ébredtem el. De nagy, ez szörnyű. Nem tudom. De biztos valami félelem, tehát ez is gondolom úgy, nem, hogy napközben de nekem ez úgy szokott lenni, hogy mielőtt elalszom, tehát hogy már lefekszem, és még éppen nem alszom, csak ott nem tudom, mit csinálok, ott vergődök, és akkor egyszer csak így ezt érzem, összerezzem hogy zuhanok. Igen, zuhanok, és akkor felébredek, és utána olyan rossz visszafek, tehát utána nem fel is kell kelnem, mert annyira ideges leszek, hogy nem, nem lehet aludni. Képzeltek el nekem, most kicsit bizarr, de megosztom veletek, meg a kedves hallgatókkal, és nekem volt egy visszatérő álmom. Most már, amit anyukkal vagyok, hát nagyon nincs, mert tényleg annyira sokat kelek föl, hogy nincs lehetőségem álmodni egy jót. De ez egy nagyon félelmetes álmom. Azt álmodtam éveken keresztül, szerintem így, és nem azt mondom, hogy havonta, de mondjuk fél évente biztos, utána fogok ennek nézni, mit jelent egyébként, hogy hát elmegyek pisilni, és hogy így mindenki néz. Tehát nem tudom bezárni az ajtót, és ott vagyok egy ilyen nyilvános helyen, mondjuk egy uszodával, vagy bárhol, és nem tudom bezárni az ajtót. Viszont muszáj elmennem, mert pisilek, és néznek. És ez annyira rettenetes érzés volt, és minden alkalommal így rohanok, hogy hova tudnék pisilni, hát nagyon kell, és rohanok, mint egy állat. Nem kellett, tehát ez nem volt ezzel összefüggésben. És még az érzés is megvan, annyira sokszor álmodtam ezt, hogy én rohanok, hogy holva tudnék, és közben nem tudok. Ott van egy WC, ott van egy darab WC, úgyhogy nincsen ajtaja, és nekem oda kell pisilnem, és ott néznek az emberek. Elképzelem, hogy ez mit jelent. Nem tudom. Nem, hogy nekem van álmos könyvem abban. Igen? Na, majd meg akkor nézd meg. Hát biztos nem is valami... miért van, mert nem is egyáltalán vagyunk babonás, aztán nem tudom, hogy miért van, de megnézem neked. Nem babona, de biztos van valami. Tehát én hiszek ebben, hogy van ennek jelentése. Főleg, hogy ennyire visszatérő. Tehát, hogy mindig ugyanazt álmodtam. És ez tényleg ilyen fixen visszatérő. Szégyenlős vagy. Én is gondoltam, hogy valami ilyesmi lehet, hogy valamitől féltem, hogy így néznek. De nem feltétlenül, hogy én gondolom azért a pisiléstől nem félnek, hogy nem konkrétan ettől, de hogy valami érzés lehetett, ami ezt váltotta ki, hogy nem tudom, féltem emberektől, hogy mit gondolnak esetleg, vagy megfelelési kényszer, vagy én valami ilyesmire gondoltam, de amúgy... Te kerekes, én ennek pont az ellenkezőjét álmodtam egyszer-kétszer, hogy bezárnak egy mosdóba, de ennek nem tulajdonítottam nagy jelentős. De többször? Te is többször álmodtad ezt? Hát egyszer-kétszer, de ezt inkább annak tudtam be, hogy engem egyszer-kétszer bezártak így viccből. Tényleg? Mi van? Mi van? Mi van?
Igen, ők is így. Az általános, mert tudom. Jaj, annyira rossz. Nem én voltam, ugye? Nem. Te pont már ad abszurdum lettél valamit. És igen, én kicsit szemét voltam a hisztől általános. Tényleg. Igen, én nem voltam ilyen, mint most, ilyen már jövök. Hogy én sose szerettem az ilyen vicceket. Nem, én is. Ettől mindig is nagyon utáltam. De ez miért? De azóta is az van, hogyha olyan helyen vagyok, hogy idegen helyen, akkor előtte megnézem az árat, és ha nem jó, akkor inkább nem zárom. Én is, de egyébként én... Ez a beragadok, ez nagyon én is, és én inkább megmondom őszintén, hogy jó egy... Tehát inkább be se zárom, nyissanak rá, meg nem biztosan, de azt zárni, mert félek. Igen. De figyelj, de hogy így mennyi időre zártak be? Nem, tehát ilyen egy-két perc, tehát nem, ez bezártak, és akkor ez most nagyon vicces, tehát igen, és de te bezártatlanul kérdezi, de közben egy féltél, tehát benned volt egy félelem ott a... Megalázó. Megalázó, igen, megalázó, meg úgy rossz érzés. Hát most ne arra, hogy meg egy iskolának a vécén tudjuk, hogy néz ki már. Persze. Jó, mondjuk a kisgyerekkorban nem ellen foglalkozott az ember, de azért az is kellemetlen, persze. Igen. Bocsánat. Kicsit ad egy ilyen bizonytalan érzést szerintem, hogy, hogy most nem tudjuk, hogy mikor lesz vége ennek a poénkodásnak. Igen. Vagy hogy véletlenül írád zárják, és ott maradsz. Hát igen, meg azt mondom, nem tudod, hogy meddig kell ott ülni, és lehet, hogy nem tudsz bemenni az órára, és utána mindenkinek el kell mondanod, mert te beragadtál a WC-be, ez mennyire ciki már. Gonoszok ezek a gyerekek, de tényleg egyébként én is picit néha gonoszkodtam. Szóval lehet, hogy te azért álmodtad ezt sokszor, mert annyit gonoszkodtál. Jó, azért nem ennyire durvakat nem csináltam. Most én ilyeneket elcsortam, nem tudom, a Krisztinek a tolltartóját, most azért ez nem egy én ördögtől való dolog. Nem. Hát, ilyeneket csináltottam. Szóval ez szerencsés. Szóval ilyeneket. Miki, és te nem, ugye mondtad az esküvő, de van még valamilyen ábrándozási topikod? Az a Krisztinek az utazás? A Krisztinek az utazás, hogy ő a... Nekem általában ilyen... Hát azért Krisztivel szoktunk ugye erről beszélgetni, hogy mi azért így szépen, nem tudom, hát így otthon ülő anyukák vagyunk, hát nyilván ez most a szó jó és rossz értelemben egyaránt. Tehát nekünk azért úgy, persze az emberek nincs... Otthon semmit nem csinálunk. Hát igen, ez ugye gondolják az emberek, azért nyilván mosol, főzöt, takarita, azt mondjuk a főzés a záróján. Igen, vasalsz, és különben mondjuk a két gyereket rendezesz, szóval azért ez önmagában egy elég durva dolog. De hogy nagyon sok esetben én azt érzem, hogy ez egy olyan mókus kerék, amiben benne vagyok én minden nap, és minden nap hasonló, hogy ebből sokszor a kiutat az agyamba az a külvilághoz a kiút az azt jelenti, igen, hogy álmodozom. Igen. És akkor én utazásokról érdekes soha nem szoktam. Én élő nászutat szoktam, meg két nászutunk is volt, és, és ezt a kettőt szoktam én újraélni. Tehát ez megvan, de nekem ez nem annyira álmodozás. Így nem tudom, én például szoktam ilyen karrierről, hogy akkor mi az, amit szeretnék dolgozni, mi az, amiben jó lennék szerintem, és akkor elképzelem, hogy akkor én dolgozok, mert akkor nem tudom, én imádom az angol nyelvet, de most nem annyira van lehetőségem ezt tanulni, de most ezt így tervezem, hogy akkor előhozom, és akkor angolul szoktam beszélgetni, így álmodozás. Az vagyok nem rossz, ügyfeleket tárgyalom, de én simán. Tehát én, és akkor így angolul beszélek, és akkor ez ilyen milyen menő, hogy akkor én angolul tudok beszélni. Kicsit tornászatot. Igen. Tehát, hogy én például ilyeneket simán szoktam. Egyébként ez a másik téma, ami szerintem az egyik fő pont, hogy a gazdagok leszünk mellett, a híresek leszünk, és ez kicsit azt jelenti, hogy a híresek azt is. A munkádat úgy elismerjék, hogy úgy megbecsüljenek, tehát ugye a hírességnek van kicsit egy ilyen hamis képe, hogy hát te már nagyon sok mindent leraktál az asztalra. Igen, de hát ugye manapság már ez túl... Ha már egy kicsit túl van dimenzionálva, igen. Végül is ebből a szempontból tényleg jó ez az álmodozás szerintem, hogy például amit mi is szoktunk tényleg beszélni, hogy tényleg egy olyan szintű kiút, hogy végül is nem vonja el úgy a figyelmet a mindennapokról, meg a gyerekekről, de mégis kicsit tehermentesíti az agyat néha afelől, hogy a kakispelusok, meg a kajálás, büfé, stb. Igen, és olyan érdekes, hogy én tök sokat szoktam ebrendozni arról, hogy majd, hogyha kakispelus lesz. Igen, hogy majd, ha gyerekem lesz, akkor milyen így, meg milyen úgy, milyen szuper lesz, de valahogy ugye mindig a jó oldala jut ilyenkor az ember eszébe, és ez is tök. Tehát ugye az előbb ugye azt mondtam, hogy ez jó, az ábrándozás, mert hogy segít feldolgozni a dolgokat, de azért néha így tényleg jó ábrándokba ringatjuk magunkat, és akkor
valósági gyarcon csap, hogy akkor tényleg nem minden annyira fenékig tejfel. Ó, de ezt tudjuk azért általában, nem? Hogy azért ez egy rámozó, de feltételezem, hogy nem biztos, hogy sokszor ez meg fog történni, hogy akkor én ott pont ilyen helyen fog dolgozni, és akkor én itt angolul tárgyalgatok itt a menőkkel, utazok ide-oda, közben gyereket is szuperul menedzselem az életemet itt. Azért ez igen, és rotyogtatod a szuper ebédet. Igen, ez a multifunkció anyuka szerep azért ez így kicsit... hibázik szerintem, de biztos vagyok benne, nagyon sok embernek ez sikerül, de ez lehetne egy külön adás témája, hogy akkor ezeket az ember hogyan oldja és mint, és biztos fogunk is erről majd beszélni. De visszatérve akkor kicsit erre a dologra, hogy szerintetek például a fantáziálás is nagyjából hasonló, mint az álmodozás, nem? Hát ez nagyjából az, hogy kicsit ilyen hivatalosabbá is tegyem a dolgot, van egy Vörös Marti idézet, ami úgy hangzik, hogy ábrándozás az élet megrontója, mert kancsalul festett egekben néz. És ebben szerintem ez a másik oldal ennek az ábrándozásnak, hogy igazából jó az, hogyha ábrándozunk, meg kikapcsolja az agyat, meg kicsit ad némi reményt, ha elfáradtál, szürke hétköznapok, stb. Viszont ha úgy túlságosan abba éljük bele magunkat, hogy majd, amikor ez meg fog történni, tehát ha így nem is veszük számításba, hogy ez csak egy ábránd, hanem ez majd milyen jó lesz, amikor ez lesz, meg hogy fogjuk ezt elérni, tehát esetleg arra sarkalhat minket, hogy olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amik egyébként teljesen irreálisak. Hát, mondjuk ebbe is lehet valami. Tehát ezeket az álmodozásokat is reálisan kell kezelni, hogy akkor ez nem valószínű, hogy... Hát igen, csak baromi nehéz sokszor, mert... Hát igen, meg az, hogy tényleg nem fog bekopogtatni nagy valószínűséggel itt a herceg fehér lovon, tehát, hogy... tehát, hogy olyan... De Tündél már bekopogtatott. Hát jó, de hogy most ez csak egy példa, hogy nem fog akkor a sült galamba szánkba repülni, hogy úgy mondjam, tehát, hogy azért olyan célok, vagy na, tehát, hogy olyan ábrándokat érdemes várni, meg kitűzni, aminek van valami terv alapja is, vagy hogy mondjam, valami struktúra, hogy fogom akkor ezt elérni. Vagy igen, de nehéz lesz, de pont ez a... Igen. Ausztráliában mondjuk félsz elmenni, akkor az megmarad az ábrán szintjén. Igen, tehát azért ez nem ideális szerintem. Én is elmentem már olyan helyekre, amire azt gondoltam, hogy nem fogok elmenni, mert félek. Szerintem egyébként főleg ugye a nőknél, tehát megbeszéltük, hogy mindenkinél van, de azért főleg a nőknél ezek a romantikusabb álmodozások azért ez nagyon jelen vannak, és én azt gondolom, hogy attól függetlenül is az embernek van párja, mert ez nem zárja ki egymást, és hogy mit is akartam ebből kihozni. Jó, mindegy, majd ha eszembe jut, akkor még mondom, ez látszik, hogy ez a leépülés már agyilag egy számomra, hogy így nem jutok eszembe a gondolatok, semmi gond. Szóval, amit én még mindenképpen szerettem volna veletek megbeszélni, az ez a nőknél felelhető kombinálás, amit jelent, hogy mindenkinek világos legyen, ez az, amikor mondjuk általában a nőknél szokott ugye lenni, van egy helyzet, mondjuk most mondok egy példát, a férjem bemegy dolgozni, kicsit tovább marad benne, akkor már a nő egyből elkezd kombinálni, hogy biztos azért marad benne, mert jött egy új kollega Gizike, és biztos a Gizikével kell dolgoznia, és biztos, hogy az van, hogy, és egy teljesen irreális dolgot kreál a történések köré, aminek tényleg azért a valóság alapja eléggé kevés. És akkor nyilván hazajön a férj, vagy a barát, és akkor az ember meg rázúdítja, hogy akkor biztos, hogy azért jötték később haza, mert nem is dolgoztál. Van ilyen ismerősöm egyébként, aki ezt csinálja, hogy van valami, és akkor ő egy egész, nem is tudom mit, gyárt köré, tehát egy teljes históriát, és utána azt készpénznek veszi, és ez szerint éli a további döntéseit, és ez döbbenetes, szóval azért roppant káros tud lenni, tehát nem jó. Roppant káros, de valamelyest azért kombinálunk. Tehát, igen, de a nők inkább, nem jó az a férfiak ez a kombinálás, igen. Nem jó. Hát mindenki hasztalan. Igazából. Nincs értelme nagyjából, igen. Hasztalan, igen, de hogy abból a szempontból hogy lehet, hogy jó, hogy mondjuk van egy téma, és akkor így több szempontból így körbe felállítunk több ilyen menetrendet, hogy akkor most ez lehet, vagy az lehet, vagy amaz lehet, de az, hogy utána azt már készpénznek is vesszük, és az a fix, az már nem jó. Biztos azért mondta, mert ő azt gondolta, hogy egyébként, tehát mondott valamit, de nem azt gondolta, mert én láttam az arcán, hogy biztos nem az volt. Tehát ezek a dolgok szerintem abszolút nőkre jellemző, és szerintem a férfiak ebben nem tudnak mit kezdeni. Tehát nekem ez a meglátásom, hogy én nem tartom extra kombinálósnak, de azért néha van ilyen, és akkor a férjemnek néha ezeket mondom, és mondja, hogy ez nonsense. Hát ez nem is érti, ez hogy jött elő, mert ez nevetséges az egész. És akkor nagyon szórakoztató. Igen, és akkor így tényleg így csípem magamat, hogy akkor ez így nem annyira jó ez a kombinálás. És akkor még volt régen egy adásunk
fiúkkal, amikor az Árpi említette ezt a férfi vagy női a YouTube videó, nagyon jó kis, igen, nem tudom hány perces, 10 perces, talán is nagyon érdekes, az előadó azt mondja, hogy ugye vannak a nők, akiknek olyan az agya, mint egy spagetti. Tehát ez a minden, mindennel összefügg, ha mondod valamit, akkor ide ez ezzel a videó, igen, tehát minden, tényleg egy spagettiként képzeljük el, míg a férfiaknak dobozok vannak. Tehát van egy munkahelydoboz, egy családdoboz, autó, barátok, tehát nincs ez a folyott a szövögetés, hogy akkor biztos az, és stb. Hanem ők tény. És van ugye az üres doboz, amit tudjuk, hogy a férfiaknál ez egy kardinális dolog, hogy van az üres doboz, hogy akkor semmire nem gondolunk, a nőknél meg ugye ez nincs, hanem ehelyett is spagetti van. Nekik akkor van az üres doboz, meg van az ábrándos doboz, ez két külön dolog. Szerintem nekik az ábrándos doboz viszonylag kicsi. Igen. Van egy hatalmas üres. És van egy hatalmas üres. De mondom, szerintem az ábrándozásnál tényleg annyi, hogy kicsit talán néha ilyen karriert tudok elképzelni, így ezt meg hát a szex. Tehát én szerintem ennyi. Igen, szerintem az ilyen. Nem tudom, Maserati is. Igen. Szuper modelles. Igen. Tehát azt, hogy most akkor elképzelj, hogy most egy csinos nő bemegy, és vacsoráznak egyet, és akkor azt mondja, hogy milyen helyes vagy, ezt nem tudom elképzelni. Tehát inkább azt, hogy dobla textilt egy nő oda becsenget, és így. Tehát ezt tudom így elképzelni. De ez nem ledegradálva a férfiakat, hanem egyszerűen ez a különbség köztünk, hogy nyilván mi is biztos, hogy álmodunk ilyet is, de azért összességében inkább romantikusak szerintem az ábrányaink. Úgyhogy de hát az üres doboz az nem annyira van meg a nőknél talán. Igen. Hát nem annyira van meg, mert én azt vettem észre magamon, hogy amióta gyerekeim vannak, azóta nagyon vágyom már az üres dobozra. Tehát, hogy sokszor vannak olyan pillanataim, amikor azt szeretném, hogy most mindenki menjen el innen, mindenki maradjon csendben, és én hadd ne gondoljak semmire. De ilyen nincs, amúgy nem? Hát nincs, mert amikor csönd van, van, amikor már annyira fáradt vagyok, hogy ez sikerül, de ez rövid ideig tart. Tehát, megiszom egy kávét. Akkor rögtön Ausztrália, nem? Igen, akkor rögtön jönnek ezek. De igen, tehát biztos, hogy nagyon rövid időn belül jön az, hogy valamire azért gondolok, hogy ezt meg kéne csinálni, uh-huh. vagy ha más nem, ide kéne elutazni, oda kéne elutazni. Igen. Sűrű az üres dobozunk, tényleg az álmodozás. El tudom képzelni. Az kapcsolja, ami a férfiaknak az, hogy semmire nem gondolok, az a nőknek ez. Például én, amit mondtam, hogy futás közben szoktam tök sokat, meg vezetés közben. Süt a nap, és szól a zene, és akkor így imádom. Igen. Akkor nagyon sokat. Ugye, hogy ez ilyen tipikus. És akkor milyen menők vagy a fikén? Igen, és akkor szintén leforgatok egy ilyen hollywoodi filmet magammal. Kiszállok, és nincs összetörve az autó, és nem koszos, és nem, semmi baja nincs. Igen. Lányok, eszembe jutottam, amit akartam mondani. Na. Hát azt akartam mondani, hogy ugye egy nagy sorozat fenn vagyok, és hát ugye ez datálható, nem tudom, körülbelül, ami ott eszembe tudom, a latin sorozatoktól kezdve, ugye ezt már beszéltünk. És hogy én azt gondolom, hogy ezek az ábrándozások, meg álmodozásokban nagyban hozzásegíti az én, vagy magamról beszélve, azt, hogy én ilyen sorozat őrült voltam, meg ezeket a romantikus happy end-es sorozatokat, meg filmeket szeretem, ez hozzájárult ahhoz, hogy én ezt az álmodozást ezt ennyi nagy fokon művelem, meg szerintem. A filmek is, tuti, hogy... Filmek is, igen. Tehát főleg ez a nagy romantikus filmsorozat, ami ugye én nagyon szeretek. Most abban tényleg egy rózsaszín világban lefestve, és főleg amikor az ember még gyerek, mert most már tudom, hogy ez nem egy reális dolog, de akkor még én ebbe éltem, hogy akkor nem tudom. Esküvő, és mindenki szerelem, és gyönyörű minden, és örökké tartó boldogság, és hát ez elindítja ezt az emberbe, szerintem, hogy igen. Akkor... Hát igen, ez egy másik téma lenne, hogy mennyire ront meg minket a filmek, sorozatok, nagyon, címlapok világa, bár erről ugye többet beszélnek az emberek, mint magáról az ábrándozásról. Hát meg, hogy mennyire hamis az a kép. Hogy mennyire hamis, igen, igen. Én egyébként még az álommal kapcsolatban akartam mondani, hogy azt olvastam, hogy érdekes különbség a férfiak és a nők között, hogy a nők azok az álmokban, ugye, ami nem annyira irányított, ők sokkal inkább valósabb képeket álmodnak, tehát olyat, ami munkahelyi szituáció, boltban, bármi, amilyen hétköznapi, és a férfiak meg sokkal inkább mesehős-szerű elemeket, tehát harcolnak, háborúznak, autóversenyeznek, tehát, hogy teljesen ilyen mesés elemeket tesznek. Igen, ez amúgy tényleg így van, szerintem. Igen. Hát el tudom kérdezni, hogy a Superman, meg ilyenek.
és amúgy ez... Én sosem álmodok ilyet. Igen, de ez meg szerintem nagyban lehet miatt is, ugye, hogy a számítógépes játékok, stb. Ott ők zombi hát, harcosok, lehet. Meg mit tudom én milyen harcosok, meg egyáltalán olyan buf. Lehet, bár szerintem ez, egy én legalábbis inkább abba az irányba akartam ezt elvenni, hogy lehet, hogy mi vagyunk az ábrándozóbbak, viszont ők meg az álmokban, amiket nem irányítanak, abban sokkal inkább elrugaszkodnak a valóságtól, ami mindenképpen furcsa. Uh-huh. Hát ez egyébként érdekes felvetés. Én erre nem gondoltam korábban, de, tök de simán lehet, igen. Igen, hogy ők ezt így élik meg. Na, ugye te felébredsz reggel, akkor eszedbe jut, hogy mit elmondtál a tanárodnál. Meg a közvécén, meg sok igen, igen. Igen, igen. Na mindegy, hát köszönjük szépen minden esetre, ez tök jó gondolat. Nem tudom, hogy szeretnétek-e bármit is még hozzászólni ehhez a témához. Nem? Jó? Hát akkor látjuk el. Köszönöm szépen, hogy Krisztin volt velünk. Köszönöm szépen hozzánk. Úgyhogy várjunk vissza. Igen, várjunk vissza. És nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ismét. További szép napot kívánunk nektek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.